Művészek a művészekért díjátadó gálára kerül sor november 3-án a RAM Kolosseumban. A témában hívtam meg a vendégeimet, a szervezőt és a támogatók közül egy nagyon kedves barátot. Szeretettel köszöntöm Önöket. Kezdjük Martin Ullal, aki ennek az egész alapítványnak, a kuratóriumának az elnöke. Az alapítvány pedig az ANK alapítvány, amelynek az eredetéről és a nevéről majd még fogunk beszélgetni. És itt van velünk Regőczi László úr, aki a Primus Ásványvíz ügyvezető tulajdonosa és támogatóként vesz részt az eseményen. Kezdjük az alapítvány nevével. Az ANK alapítvány jelentése örök élet. Ezzel próbáljuk sugallni az emberek felé, hogy emlékszünk rájuk a munkásságukra, az életükre, amit az eltelt időben nyújtottak a számunkra. Eddig az ANK alapítványnak milyen típusú megmozdulásai voltak? Egyáltalán mit lehet tudni az alapítványról, az örök életen Igen. kívül? Az alapítványunk egy éves, 26-án lesz egy éves, október 26-án. Nagyon sok mindent csináltunk, már kórházakat támogatunk, 4 olyan kórházba járunk rendszeresen, ahol műsorokat viszünk, egy kis édességet, egy kis szeretetet a gyerekeknek. Árva gyerekeket hoztunk, most 50 darab árva gyerek volt a nyár folyamán nálunk, akit Kárpátaljáról hozott az alapítvány. Magyarországra programokkal kedveskedtünk a számukra, és elláttuk őket, majd hazaszállítottuk élményekkel őket. Érdekes, hogy egy éves működés alatt ennyi mindenre volt lehetőség. Köszönhető ez a támogatóknak? Részben igen, mindenképpen a támogatóknak a támogatásáról van szó, hiszen itt az a kormány részéről, az önkormányzat részéről, és a nagyon sok barát, aki mellettünk áll ezeken a rendezvényeken. Hogyan kapcsolódott a munkához? A korábbra datálódik az ismerettségünk, tehát a személyes ismerettség az biztos, hogy egy nagyon fontos szempont volt a támogatásunknak a megindítására. Számunkra nagyon-nagyon fontos, hogy azokat az embereket és jelen esetben a színészeket, akik talán a nyelvünk, a kultúránk megőrzésére a legtöbbet tettek, hogy azokat megköszönjük, és igen jó ügy mellé álljunk, mint amit a Martin Laci barátunk képvisel. Az előző megmozdulásoknál is ott voltak mellette már? Az előző megmozdulásoknál is igen jelen voltunk, akár a Madarász utcai kórház eseményeiről beszélünk, akár talán, amit a Laci nem is említett, a szlovákiai fiatalok megsegítésére, akár pedig az árván maradt kert és gyerekek megsegítésére tettünk. Most egy egészen más típusú rendezvényről van szó, művészek a művészekért. Tulajdonképpen ezt nagyon sokféleképpen lehet értelmezni. A művészek között megvan a rivalizálás, de megvan az elismerés is. És ebben a gálaestben mindez együtt fog megjelenni, hiszen díjátadásra kerül a sor, és olyan művészeknek a munkáját próbálják meg elismerni, akik valaha nagyon sok boldog pillanatot okoztak a nézőknek, és akiknek az élete nem mindig fenékig tejfel. Hogyan kerülnek kiválasztásra a művészek? Nem volt könnyű feladatunk. Próbáltuk meghálálni azoknak a művészetnek a munkásságát, akik az alapítványunk mellett állnak, hiszen azért nekünk is van arcunk, egy művésznő az alapítványunk arca, és ők rendszeresen jönnek a kórházaktól kezdve, koncertektől kezdve, mindenhova jönnek hozzánk, segítenek, nem kérnek semmit érte. És úgy gondoltam, hogy valamilyen szinten szeretnénk visszaadni ezt a fajta támogatást a számokra, amit tőlük kapunk, és innen jött az ötlet, hogy a művészeken hogy segítsünk, csinálunk egy gálakoncertet. De ezzel a gálakoncerttel nem elég, hogy egy koncertet csináltunk a megsegítésükre, hanem a 40-50 éves munkásságukat próbáljuk meg megdíjazni. Egy nagyon ismert szakmai csoport segítségével sikerült kiválasztanunk azt az 5 művészt, aki festő és színművésze egyaránt, akik ezt a díjat fogják kapni tőlünk majd. Tulajdonképpen a nézőkben fölmerülhet a kérdés, hogy hogy kerül ebbe bele Terézváros. Tehát úgy gondoljuk, hogy Terézváros tényleg a művészeti központja, lüktető ereje Budapestnek. Beszélgettünk arra, hogy a művészek azért elismerik egymást tudását.
hogy sokan vettek részt azokban az előző programokban, amelyekkel önök támogatást nyújtottak. El lehet mondani, hogy kik voltak ezek a művészek, hány művész kapcsolódott ehhez? Egyébként mi úgy kapcsolódunk oda, hogy Erkárpáti Péter, aki a műsorvezetője lesz annak a, vagy ennek a gála esnek, szintén műsorvezető nálunk itt a hatos csatornán, tehát a másik kötődésünk is megvan ugye ehhez a programhoz. Szóval kik tartoznak abban a művészkörbe, akik az örök élethez tartoznak? Hát ezek többnyire barátok, ismerősök. Tehát, ahogyan mondtam, említettem, hogy az alapítványnak van egy arca, ő a Halek Andrea művésznő, aki szinte minden rendezvényünkön ott van és fellép. De ha már a hatos csatornára beszélünk, a Leblanc Győző és a Tóth Éva, hiszen ők is fellépnek a koncertünkön, de ők is inkább barátok. Tehát én úgy gondolom, hogy először a barátokat próbáltuk meg megkeresni, és a barátok hozták a barátokat. Uh-huh. Tehát mindig jönnek új arcok, hiszen én úgy gondolom, hogy a cél nagyon fontos. Ha a cél jó, akkor én úgy gondolom, mert sokan állnak a cél mellé. A célok meghatározása nem mindig egyértelmű, és mindig vannak kétkedések az emberekben, hogy annak idején a Verebes Pistának volt egy, amikor az utcán zenélő színészek megjelentek, ugye, hogy annyi sok rászoruló ember van, aki valamilyen utomódon megpróbál pénzt gyűjteni, de hát nem biztos, hogy mindig elkerül arra a helyre a jótékonyságnak az összege, mint ami az eredeti szándék szerint volt, és amikor a berhidai földrengés volt, talán emlékeznek rá, hogy az úttörők maguk vitték le Berhidára az összedőlt házakon az embereknek a jótékonyságon összegyűlt pénzt, nehogy valahol utómódon elkeveredjen. Hogyan tudják önök követni? Hogyan oszlanak meg a bevételek itt a jótékonysági rendezvény kapcsán, és mindjárt elmondjuk azt is, hogy kik vesznek részt, kik lesznek a fellépők, hiszen szeretnénk, hogyha minél többen elmennének erre az előadásra majd. Igen, ez egy időben nekünk is fejtörést okozott, hiszen a kedves feleségemmel közel 18 éven keresztül csak adtunk, és hát nem mindig oda ment, ahova szántuk. És innen jött az ötlet, hogy akkor csináljunk egy saját alapítványt, mert akkor tudjuk, hogy oda megy az oda szánt összeg, ami a cél. És hogy osztuk ezt el, ez persze sok mindennek az aránya, hiszen vannak pénzjuttatások, vannak tárgyi eszközök, vannak különböző felajánlások, hiszen különböző szponzorok vannak, akik tárgyakat, eszközöket, akár élelmiszeri jegyet ajánlanak föl. Tehát úgy próbáltuk ezt összeválogatni, hogy ne is sértsük meg a művészeket, akik a színpadra fel fognak lépni, mint díjazottak, de ugyanakkor ismerjük el a munkájuk mellett azt is, hogy valamiért történik ez az egész. Az aznapi bevételt, az teljes bevételt, ott azonnal a helyszínen, mi 5 művészről beszélünk, 5 részre osztjuk szét, közjegyző lesz a rendezvényen, tehát mindent közjegyző által intézünk, éppen azért, amit ön is mondott, hogy semmifajta támadást ne adjunk arra, hogy hiszen az alapítványokat ma már tudjuk nagyon jó, hogy sajnos igen sok támadás éri, és mi szeretnénk elkerülni mindenféleképpen. Nézzük is meg, hogy kik vesznek részt ezen az eseményen, és akkor majd minden bele fogjuk szőni mi a mondandónkba azt is, hogy kik lesznek a díjazottak, illetve kik lesznek azok a művészek, akik egy kis könnyedséget fognak majd a összegyűlt pénzadomány, illetve az egyéb dolgok által élvezni az elkövetkező időszakban. Föllépnek, ahogy említettek, Leblanc Győző, Tóth Évi, Malek Andrea, Sasvári Sanyi, Toni Oprea, Gábor Péter Jeti, Ulá Gergő, Molnár Nikolett, Balogh József, Kós János, Bebe, Néd Olga, MDC, Magyar Virtuózók, Szabó Ádám, Erkárpáti Péter, a Rippel testvérek, Tengers, és Command Art nevű csoport. Azt gondolom, hogy ez egy elég nagy létszámú művész színpadra lépését jelenti. Ki mennyire biztos, hogyan ment a felkérés, illetve ki mennyit tölt a színpadon, mert hogyha én azt gondolom, hogy mindenki csak 3 számot ad elő, akkor ott este 8 órától, vagy 9 órától, vagy 7 órától ott ülünk éjfélig vagy egyig.
Ez valóban így van. Kettő számot adnak elő. Egyedül a Richter fivérek és a kommandárt légtornászok, ők azok, akik egy-egy 5 perces számot adnak elő. Sajnos az időszüke véget, hiszen, ahogyan ön is mondta, azért itt 7-8 percet fog szerepelni egy-egy művész a színpadon, mellette szünet is lesz, hát így is az a hát közel 3 órás műsorra fogunk szolgálni a nézők felé. November 3-áról beszélünk, a Aram Koroszeum. Mi lesz az indulási időpontunk? 6 óra, este 6 óra, 18 óra, akkor indul a műsor. Mennyire vett részt, mint támogató az egész műsornak az előkészítésében? A műsor előkészítésében valami keveset vettem részt. Talán a technikai dolgokban segítettem Lászlónak, hogy ez minél zökkenőmentesen és minél problémamentesen induljon el és jöjjön létre. És ahogy egy szervezésnél szokott lenni, mindig vannak olyan nem várt események, amelyekhez be kell kapcsolódni, és át kell vállalni valamit a feladatokból. Hát ennek a megoldásában vettünk mi részt, és természetesen a jelenlétükkel támogatjuk majd akár a sajtótájékoztatót, akár pedig az eseménynek a lebonyolítását. A díjazott művészeken, ugye, megmondtuk, hogy nem áruljuk el, mert hiszen a díj átadása olyasmi lesz, most egy nagyon banális vagy buta kérdést fogok föltenni, tehát ott fogják megtudni a művészek, hogy kik lesznek azok, akik segítenek, vagy szóval nagyon nehéz ilyenkor arról beszélni, hogy díjazunk valakit, mert tulajdonképpen a díj a munkájának az elismerése és az életvitelének a megsegítése. Ezért tegyük hozzá, hogy azok a színészek, akik esetleg koruknál vagy egészségi állapotuknál fogva nem tudnak föllépni, és rendelkeznek egy 60-80 ezer forintos nyugdíjjal, azok igencsak bajban tudnak lenni. Mennyire néztek ennek utána, hogy ki tényleg mennyire szorul rá a segítségre? Említettem, hogy van egy szakmai stábunk, akik teljes mértékben ismerik ezeket a művészeket, nem csak ezeket a művészeket, hanem azokat a művészeket is, akit majd a közeljövőben fogunk díjazni, hiszen ebből az eseményből hagyományt szeretnénk csinálni, ezt minden évben november 3-án megrendezünk. Sajnos most, vagy nem is sajnos, a Aram Koloszeumban történik az esemény, de jövőre már a Művészetek Palotájában, hiszen én úgy gondolom, hogy ez a művészekről szól. Az a székház mindenképpen illik ehhez az eseményhez. Legalább azt áruljuk el, hogy kik voltak felmerült nevek. És akkor ezt legyen bőséges, hogy aztán majd ott derülhessen ki az alkalomkor, hogy kik is lesznek azok, akik megkapják a díjat, illetve a támogatást. Nagyon sok név volt, közel 67 olyan név volt, ahol énekesek, festőművészek, író, fotóművészektől kezdve, előadó művészektől kezdve sok mindenki szerepelt. Ami premier, tehát előtérbe helyezhető, azok a művészek, a színművészek, hát nagyon sokan vannak, tehát itt sorolhatnám a Schubert Évától kezdve, a Monorillitől kezdve, a Vas Évától, a Szabó Pityitől kezdve, a Paudis Bélától kezdve. Tényleg számtalan olyan név felmerült, hogy elég nehéz helyzetben volt az a kis bizottság, az a kis tím, hogy ki legyen az 5 ember, akit ebben az évben támogatni tud az alapítványunk. Hozzá kell tennem, ugye, hogy a színészeknek az élete tényleg olyan, hogy egyszer fenn, egyszer lent, hiszen rengeteg lehetőségük volt az életük folyamán arra, hogy hírnévre tegyenek szövet, hogy meg tudjanak minket a filmjeikkel, produkciójukkal örvendeztetni. Aztán van, hogy kikerülnek abból a bizonyos vérkeringésből, körforgásból, és elfelejtik őket. Ilyenkor nem jön a gázsi, nincsen lehetőség arra, hogy az emberek megmutassák magukat, pláne, hogyha az egészségi állapotuk nem jön. Hát én nagyon remélem, hogy a díjazottak örülni fognak a díjnak, hogy a kuratórium jó munkát fog végezni, és a következő évben még nagyobb helyszínen lehet megtartani a gálaestet, és hogy segíteni tudnak a színészeknek. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!